Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Diákmunkát biztosít a Dombóvári Önkormányzat. Rendőrök versenyeztek romákkal. A nem mindennapi horgászversenynek már hagyománya van Tolnában. Székelytábor Kismányokon. Tartalmas programokkal készültek a szervezők. Kínozták és rendszeresen megerőszakolták. Apa és fia bánt el kegyetlenül hónapokon át egy nővel. Lelkesen dolgoznak középiskolás diákok a Szuhaj Sportcentrumban Dombóváron. A diákmunkát az önkormányzat biztosítja számukra immár 2 évtizede. A könnyű fizikai munka során lapátolnak, gyomlálnak és a falburkolatot tisztítják le. Gumigranulátummal töltik meg a diákok a zsákokat. Ebből a nagyméretű bálából kell kilapátolniuk a szemcséket. A feltöltött zsákok tartalma építkezésekhez kell majd. A feladat könnyű fizikai munkának minősül, délelőtt már el is készülnek vele. 10 vannak erre a feladatra, hamar végeznek a munkával a nyári szünidős diákok. 6 órát dolgozunk, 7-től 13-ig, és nem tudok konkrétan mit szólni ehhez, mivel lefáradunk, az biztos, és ezen kívül eléggé érdekes feladatokat tudunk kapni. Kicsit odébb lányok gyomlálnak a sportpálya szélén, a felesleges gazt távolítják el. A védőkesztyű használata fontos a sérülések elkerülése véget. A Dombóvári Önkormányzat 20 éve szervezi meg a diákmunkát a szünidőn lévő fiataloknak. Erre a július és az augusztus hónapa legalkalmasabb. A diákmunkaprogramot havonta indítják, így mindig más és más fiatal tud munkát vállalni. Akad olyan diák, aki maradt 2 hónapig, de a fiatalok 75%-a általában kicserélődik, mondta Pintér Szilárd polgármester. Szuhaj Sportcentrum nyári felújítási karbantartási munkaerők mindig aktív résztvevők, hiszen a sportpályákat ilyenkor kevesebben használják. Ez megteremti annak a lehetőségét, hogy zökkenőmentesen tudjanak ezek a munkálatok folyni. Nagyon örülök, hogy évről évre túl jelentkezés van a diák munka tekintetében, és azt gondolom, hogy becsületesen szorgalmasan végigdolgozzák. A középiskolás diákmunkások az utolsó munkanapon pincepartira kapnak meghívást a polgármestertől a múzeum kertbe. A Csóri Sándor program keretében idén 2,5 milliárd forintot biztosít a Kulturális és Innovációs Minisztérium a népi kultúra közösséget teremtő műfajai számára, jelentette be Vitályos Eszter pénteken. A szaktárca parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a forrásokat 2024. június 30-áig lehet felhasználni hazai és határon túli műhelyek szakmai munkájának támogatására, táncházak, népi kézműves programok, táncegyüttesek, népzenei csoportok és népdalkörök éves tevékenységének finanszírozására. Mint elhangzott, a Csóri Sándor program immár 7 éves. A 2023-as pályázat július 10-én hétfőn jelenik meg. A benyújtásra 30 nap áll rendelkezésre a Magyar Népi Kultúra képviselőinek a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő EPER felületén keresztül. Megszünteti a heti adatszolgáltatást a koronavírus fertőzöttek számáról a témával foglalkozó sajtóközpont. A szervezet szerint miután Magyarországon hetek óta már csak szórványos, egyedi fertőzéseket diagnosztizálnak, vagyis járvány már nincs, és az Egészségügyi Világszervezet is hivatalosan felfüggesztette a globális vészhelyzetet, a betegek számáról szóló heti adatközlést megszüntetik. Az oltás természetesen továbbra is felvehető. Voltak, akik több mint 30 kiló halat fogtak ki néhány óra alatt azon a horgászversenyen, amit a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság és roma vezetők rendeztek. A nyári programnak már 7 éves hagyománya van. A szervezők szerint az ilyen események alkalmával olyan témákról is tudnak beszélni, amikről a hétköznapokon nem minden esetben van lehetőség. 1:33. Bőven volt dolguk a mérőknek a már hagyományos roma rendőrhorgász versenyen. A Pakson megtartott programon idén 20-an indultak. Ők kora reggeltől délig egymás után fogták ki a pontyokat a vízből. Jönnek a halak, nagyon apró halak, tehát 1 kg 20, 2 kg vannak a halak. Ritkán van kapás. Van bánhal bőven, kárász, ponty, sülőt is látunk rabolni, úgyhogy nagyon jó a horgászat. A legtöbben már rutinos horgásznak számítanak, de voltak itt most elkerült a szerencséje. Eddig fogtam 2 darab pontyot, a 2 darab pontban van 2,60 kg, azóta leállt a kapás nálunk. Mind a két oldalunkon támadnak a halak, csak minket hagynak nagyon nyugodtan, békén.
A versenyzők kettő fős csapatokban mérkőztek meg, a feladat egyszerű volt, aki a legtöbb halat kifogja a megmérettetés végéig, az nyer. A legeredményesebb horgászok végül több mint 30 kiló vízi állatot húztak a partra. Amíg a parton a botoké volt a főszerep, addig néhány méterrel arrébb egy csapat az ebédről gondoskodott, hatalmas üstben készült a csülökpörkölt. Az országos Roma Önkormányzat vármegyei képviselője szerint a most hetedik alkalommal megrendezett közös horgászverseny idehaza egyedülálló. Ennek is köszönhető, hogy más régiókban mintaként tekintenek az itteni romák és a rendőrök közötti jó viszonyra. Nekünk a megyében roma önkormányzatoknak, roma vezetőnknek talán az egyetlen partnere a rendőrség. Úgy helyben, úgy megyében, úgy kistérségben. Ő a legnagyobb, együttműködő partner. Mindent meg tudunk beszélni. Ha van valami olyan rendezvény a rendőrkapitányságnak, ami nagyon fontos, és ezt meg kell promózni, mint például a határvadászok, akkor mi beleállunk ebbe a dologba, megyünk, segítünk. A legnagyobb halat, egy több mint 3 kilós pontyot végül a Nagykonyiból érkező ifjabb Orsós István fogta ki, míg a legtöbbet, 30 kilót 13 dekát Zsiga Péternek és az édesapjának, Zsiga Lászlónak sikerült. A magyar családok jelentik a jövőt, és részben az európai jövőt is, jelentette ki a kormány szóvivő a Családbarát Emlékhely díj megalapítását bejelentő sajtótájékoztatón pénteken. Szentkirályi Alexandra a díj fővédnökeként úgy fogalmazott, fontos, hogy Magyarország olyan hely legyen, ahol a család, a családban élés, valamint a nemzeti identitás továbbra is érték. Közölte, Európa és a világ ma nem a családok és nem az eredendő európai értékek irányába megy, ezért is kiemelt jelentőségű, hogy Magyarország ebben is a béke szigete tudjon maradni. A díj megalapítása azt szolgálja, hogy a nemzeti emlékhelyeket a családok igényeihez igazodva alakítsák ki, azok vonzók legyenek a családok számára, mondta. Hozzátéve, ha a gyermekeknek kicsikorútól kezdve meg tudják mutatni a szülők, hogy a magyar kultúra színes, izgalmas világ, ami a sajátjuk, akkor a kicsik olyan felnőttekké válnak, akik megőrzik majd a magyar identitásukat, kultúrájukat. Elfogadta az országgyűlés pénteken a Magyarország 2024-es központi költségvetéséről szóló törvényt, amelyet Varga Mihály miniszter korábban védelmi büdzsének nevezett. A parlament 121 igen és 44 nem szavazattal hagyta jóvá jogszabályt. A fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll. A kormány azzal számol, hogy jövőre a gazdasági növekedés 4%, az infláció 6%, a GDP arányos hiánycél pedig 2,9% lesz. A költségvetés tartaléka 220 milliárd forint, és a kabinet törekvése, hogy amennyiben a GDP az előrejelzett felett nő, akkor a többletbevételt a hiány további csökkentésére fordítja. Az államadósság mutató 2024. december 31-ére tervezett értéke 66,7% lehet az idén év végére tervezett 69,7% után. Az államháztartás központi alrendszerének jövő évi kiadási főszege 40.755 milliárd forint, a bevételi főszeg pedig 38.240 milliárd forint. A hiányt 2.514 milliárd forintban állapították meg. Székelytábor tartanak kismányokon gyerekeknek. A kicsik a programok során a hagyományos női és férfi munkákkal és a nemekre jellemző hagyományokkal ismerkednek meg. Az eredetileg a kismányoki apró népek tánccsoportnak indított tábort már máshonnan érkező gyerekek is látogatják. Nem véletlenül lett ilyen népszerű az egyhetes programsorozat. A néptánc, az ének, a történetmesélés, a mindennapok részeit. Nagyon jó, izgalmas, és sok mindent csinálunk. Barkácsolunk, táncolunk, énekelünk. Amellett, hogy a gyerekek ismerkedhetnek a néptánccal, még számos érdekes dolgot is megtanulhatnak a székely hagyományokról a gyakorlatban is. Ebben az évben a tábort a fiú-lány, férfi-női minőségre koncentrálva állítottam össze, és a tevékenységek is, és a táncok is ehhez kapcsolódnak. A tevékenységekben például olyant terveztem, hogy a lányok tésztát készítenek, hogy megtapasztalják, hogy milyen az egy tojás és liszt segítségével
egy ebédet elkészíteni, és nem csak egy zacskót előveszek és kifőzöm. A fiúk pedig a fizikai munkával ismerkedhettek meg, még árkot is takarítottak. Azért az is szóba került, hogy a mai világban ez már nem így van. A munkahelyen dolgozó nőknek szüksége van a férfi segítségére az otthoni teendőkben is. A meghívott helyi idősek pedig meséltek nekik a régi időkről, hogy mivel játszottak a gyerekek annak idején. Mi nem tudtuk gyerekkorunkban, hogy ez hagyomány, vagy micsoda. Nem volt babára pénz, mert egy szegény világ volt háború után, és akkor játszani kellett, hát mivel játszunk a porba, csináltuk a sárba, akármi sütöttük a pogácsát. Nyáron a mikor már kint volt a kukoricacsőnek a haja, akkor abból babáztunk. A tábornak sokan már évek óta visszajáró lakói, mert annyira megszerették ezt a közeget, ahol mindig szeretettel fogadják őket, és rengeteg érdekes dolgot tanulhatnak. Ideális a mostani száraz időjárás a kalászosok aratásához, a napraforgónak és a kukoricának azonban jól jönne a további csapadék, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az átlag hőmérséklet az elmúlt napokban 20 és 23 Celsius fok között alakult, a legmelegebb órákban jellemzően 27-31 fok közötti értékeket mértek. Az árpa mellett egyre több felé zajlik már a búza és a repce aratása is, erre a folytatásban is a meleg, száraz idő lenne az ideális. A mostanra sokfelé virágzó napraforgó és színmeresedő kukorica számára azonban a zivatarokból kimaradt területeken is jól jönne további csapadék. A folytatásban csökken ennek valószínűsége. Apa és fia tartott fogva egy nőt Szálkán. Az asszonyt rendszeresen erőszakolták és kínozták. Volt, hogy mindkettejük pervez vágyait ki kellett elégítenie. Az aktus közben pedig olyan erővel bántalmazták, hogy erősen vérezni kezdett. Az ügyész a két vádlottra közel 30 év letöltendő börtönbüntetést kér. 2019-ben fogadta magához a későbbi áldozatot apa és fia. A nőt mindketten rendszeresen ütötték, vágták és szexuálisan is bántalmazták. Volt, hogy az egyik közellakó ismerősüktől egy fűnyírót vettek, a gépet pedig az asszony szolgáltatásaival fizették ki. De az is előfordult, hogy mindketten közösültek vele, a sértett akarata ellenére. Az ügyben most tartottak tárgyalást, amin szerettünk volna mi is részt venni, ám a bíró a nő jogaira való tekintettel zárt eljárást rendelt el. A törvényszék szóvivője azt mondja, a két vádlottra közel 30 év börtönbüntetést kér az ügyészség, nekik ugyanis mások mellett emberkereskedelem, fogyatékosságot okozó testi sértés és nemi erőszak miatt is felelniük kell. Ezen bűncselekmények büntetési tétel kerete a halmazati szabályokra és a többszörös visszaesésre is tekintettel 2-től 18 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség a vádiratban beismerés esetére 17 év szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Vagyis az elsőrendű vádlott, az apa, akár 20 évre is börtönbe kerülhet, az előkészítő ülésen ugyanis mindent tagadott, de a fiára sem vár fényes jövő. A másodrendű vádlott, az elsőrendű vádlott fia, ő erőszakos többszörös visszaeső. Az ügyészség a vádlottat szexuális erőszak büntettével vádolja, amelynek büntetési tétel kerete az erőszakos többszörös visszaesése tekintete 2-től 16 évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben beismerni a bűncselekmények elkövetését 11 év fegyház kiszabását indítványozza az ügyészség. Az ügyben várhatóan ősszel tartanak újabb tárgyalást. Regionális híreink következnek. Veszélyben a működőképesség, aggasztóan magas a buszos szék tartozása Pécsen. 35 baleset a baranyai utakon egy hét alatt. A kánikula is befolyásolja az autóvezetést. 60 millió szorongásos ember az Unióban. Elterjedt mentális zavarról tartott előadást Pécsen az MCC oktatója. Több mint félmilliárdos tartozást halmozott fel a helyi közlekedés bonyolító önkormányzati cég Pécsen, derült ki a város polgármesterének válaszából, amit az egyik önkormányzati képviselő kérdésére adott. A helyzet aggasztó, a polgári oldal szerint már a működést veszélyezteti a kialakult pénzügyi helyzet. A Fidesz városi frakciója a szakmai vezetést hiányolja a cégnél.
Mi a helyzet a tükebusznál a lejárt és nem lejárt tartozásokkal? Erről érdeklődött még a júniusi közgyűlésen a képviselő. Számomra nagyon izgalmas kérdés ezzel a társasággal kapcsolatban, hiszen egykor én is a munkavállalók sorát gyarapítottam, hogy jelenleg milyen lejárt határidejű és még nem lejárt határidejű beszállítói tartozásokkal bír, hiszen nem olyan régen, az elmúlt közgyűlés óta több mint 2 millió forintot adtunk át a társaságnak, remélem, hogy jó célra fordították. Bognár Szilvia kérdésére most júliusban érkezett válasz. A polgármester írásban reagált, amit az önkormányzati lap szerdán közölt. A városvezető válasza szerint az önkormányzati támogatás nem egy összegben, hanem időarányosan érkezik a cég számlájára. Ezt a pénzt a cég a szállítói tartozások enyhítésére fordítja. Eddig 90 napnál régebbi, illetve 90-60 napos kötelezettségeket teljesítettek, valamint az aktuális bér és járulék kifizetéseket végezték el. Június 28-ai adatok szerint 359.250.898 forinttal lejárt, és 179.563.089 forint a nem lejárt tartozása a cégnek. A 30 napon túli tartozás összege 268.368.180 forint. Egyre aggasztóbb a helyzet a tükebusznál. Ugye már évekkel ezelőtt is felhívtuk a városvezetés figyelmét, hogy rossz döntést hoztak akkor, amikor Péterfi Attila a hivatalba lépését követően gyakorlatilag azonnal menesztette a társaság szakmai vezetését, és helyére egy teljesen külsős vezetőt hozott. Az ő regnálása idején megsokasodtak a járatkimaradások, és százas nagyságrendet értek el, gyakorlatilag a késések, egy káoszmenetrend az, ami szerint most a társaság működik. Ezt mondja a városi Fidesz frakció vezetője a kialakult helyzetről. Csizmadia Péter szerint hiába volt vezetőváltás a pécsi buszközlekedés bonyolító cégnél, a tartozások miatt nehéz helyzetben van az új igazgató is. Az elődje által itt hagyott 360 millió forintos adósság azóta csak tovább dagadt, tehát most már 540 millió körül jár a hírek szerint, és a polgármester úr nyilatkozata szerint a társaság adóssága. Ez azt vetíti előre, hogy felgyorsultak a folyamatok, az aggasztó, a csőd felé tartó folyamatok. Minden bizonnyal újabb extra segítségre és újabb sok százmilliós vagy milliárdos önkormányzati segítségre lesz szüksége a társaságnak ahhoz, hogy talpon maradhasson. A politikus szerint ragaszkodni kellett volna a szakmai vezetéshez, nem elüldözni őket. Akkor jobban teljesíthetett volna a cég. A felhalmozott tartozások jelentős része üzemanyagszámlákból ered információk szerint. Sok baleset történt Baranya útjain az elmúlt héten is, erről szól a rendőrség összesítője. A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a kánikula erősen befolyásolja a vezetést, csökken a koncentráció, ezért a nagyobb türelem alapvető követelmény a nyári időszakban, mondja a szakember. Baranya közútjain június 26-a és július 2-a között összesen 35 baleset történt, amelyek közül 9 végződött személyi sérüléssel. A sérüléses balesetekben 16-an könnyebben, még 6-an súlyosan megsérültek, olvasható a rendőrségi összefoglalóban. A szakember azt mondja, az extrém időjárás is befolyásolja az autóvezetőket, erre figyelni kell. Sokan nem tudják, de a hőségben sokkal kockázatosabb közlekedni. A szokatlanul nagy melegről köztudott, hogy sokszor nagy szerepe van a közúti közlekedési balesetek bekövetkezésében. A járművezetők a forróságban általában kevésbé tudnak koncentrálni, megszokottnál figyelmetlenebbek, sok esetben türelmetlenebbek, hajlamosabbak az agresszió és a durva szabályszegésekre. Ezt tovább nehezíti, hogy folyamatosan érkeznek a záporok, zivatarok, ugye rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdul le, és így a látási viszonyok is korlátozva vannak. A legfontosabb az, hogy legyenek türelmesebbek egymással, a gépjárművezetők vezessenek óvatosabban, mondja a szakember. Nagyobb követési távolság tartása is indokolt ilyenkor. Figyelni kell a szervezetünkre is, hiszen a hőségben sok vizet vesztünk.
fontos, hogy sokkal több folyadékot igyanak az átlagosnál, és mindig vigyenek magukkal hűtött ásványvizet, még akkor is, ha gyalog, busszal vagy vonattal közlekednek, hiszen nem tudhatják, hogy mikor történik egy baleset, vagy egy valami miatt fennakadás, torlódás a közlekedésben. Soha ne üljenek alkoholfogyasztás követően a volán mögé, hiszen többszörös baleseti kockázatot jelent. Magyarországon évtizedek óta zéró tolerancia van érvényben. Az alkoholnak mindig van hatása, általában azért isznak az emberek, hogy oldják a gátlásokat. Emiatt van még egy nagy veszély, az ittas vezetők többsége a megengedett sebességhatárokat is túllépi. Az ittas járművezetés a közutak második legfőbb gyilkosa Európában, mondja a baleset megelőzési referens. Csak az Európai Unióban minden évben több mint 60 millióan szenvednek szorongásos zavarok valamilyen formájában. Ez nem kiméli a gyermek, illetve a fiatal korosztályt sem. Többek között ezt vizsgálja az a pszichológiai munkacsoport, melynek egyik kutatója most Pécsen tartott előadást. Az okokat, a folyamatot, a megoldás útját keresve tárta hallgatósága elé az egyik legelterjedtebb mentális zavart. A programnak a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviselete adott otthont. Világjelenség a szorongás. 60 millióan szenvednek ezzel a mentális zavarral az Európai Unióban. Felkészült kutatócsoportok pszichológusai foglalkoznak már a gyermek és serdülőkorban is előforduló leggyakoribb mentális problémával. A szakember Hámori György pszichológus most erre a korosztályra jellemző sajátosságokról, illetve a lehetséges kezelési formákról beszélt az érdeklődőknek. A becslések alapján az emberek 75%-a átesik élete során egy diagnosztizálható szorongásos zavaron, aminek egy legalább a harmada 15 éves kor előtt megtörténik. Az, hogy milyen okokra vezethető ez vissza, ez nagyon bonyolultnak tűnik a jelenlegi tudományos eredmények alapján. Úgy néz ki, hogy van elég erős genetikai háttere, de a környezet abszolút beleszól és formálja azt, hogy hogyan jelenik meg ez az adott mentális zavar. Sok gyermeknek, de még felnőttnek is gátlása van megszólalni mások előtt. Ezen is lehet segíteni, csak kitartóan kell gyakorolni. Az ilyen expozíciós terápiák, amik arra épülnek, hogy fokozatosan hozzászokjunk a szorongást okozó élményhez, egészen visszamennek odáig, hogy képzeljük el, hogy mondjuk egy közönségnek beszélünk, vagy képzeljük el, hogy idegenekkel beszélünk. Úgyhogy ez abszolút úgy néz ki, hogy működik, kifejezetten így a fóbiákra, az ilyen krónikus félelmekre ez tűnik a legbiztosabb kezelési módszernek. Többféle gyakorlattal tudunk magunkon segíteni. Ilyenek lehetnek a nagyon egyszerű légző gyakorlatok, amelyek bizonyítottan tudják csökkenteni az akut szorongást, tette hozzá az MCC pszichológiai iskola oktatója. Hogyha hosszú távon szeretnénk kezelni a szorongást, ahhoz mindenképpen egyfajta újragondolásra van szükség, esetleg kitenni magunkat egy szorongó helyzetnek, és nagyon-nagyon lassan és nagyon fokozatosan hozzászoktatni magunkat a szorongást okozó helyzethez. Ilyen lehet mondjuk egy előadás megtartása, akár vagy a tesztelés, de általában a mások előtt beszélés szokott lenni mindenkinek egy ilyen szorongást okozó helyzet. Az előadás végén a hallgatóság is kapott gyakorlatokat, amelyek alkalmazásával az esetleg fennálló szorongásaikat később is oldani tudják. A programnak a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviselete adott otthont. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Diákmunkát biztosít a Dombóvári Önkormányzat. Rendőrök versenyeztek romákkal. A nem mindennapi horgászversenynek már hagyománya van Tolnában. Székelytábor Kismányokon. Tartalmas programokkal készültek a szervezők. Kínozták és rendszeresen megerőszakolták. Apa és fia bánt el kegyetlenül hónapokon át egy nővel. Szombaton és vasárnap alapvetően napos idő várható. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet. A maximumok 30 fok közelében várhatóak. Hétfőn a kárnyukulat továbbfokozódása várható, de egy gyenge hidegfront is előreláthatólag meghatározhatja időjárásunkat, amelynek hatására délutántól helyenként előfordulhatnak heves zivatarok. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!